Hatalmas lángokban ég a nád a csörge tónál Szekszárdon ezen a tűzoltók által készített amatőr felvételen. Ez csak egy azon szabadtéri tüzek közül, ami az elmúlt napokban történt. Páriban például 11 esetben kellett tüzet oldaniuk a tolnamegyei tűzoltóknak. Jelen pillanatban eseményt vizsgáljuk, és a vizsgálatosan akár a gondotlanság, akár a szándékosságnak a lehetőség is felmerül. A tavasz beköszöntével jelentősen több lett a tűzoldók munkája. Március 5-éig Tolna megyében több mint 60 esethez kellett kivonulniuk. Ezek közül 34 tűz a hónap első napjaiban keletkezett, ami a szakemberek szerint a száraz, csapadékmentes időjárásnak tudható be. Egy millimétert meghaladó csapadék mindösszesen 7 alkalommal volt. Tehát nagyon száraz időszakon vagyunk túl. A szakemberek azt mondják, gyakran az emberi gondatlanság okozza a tüzet. A mezőgazdaság terén gyakran égetnek gazt, gajakat a földtulajdonosok, ám nem mindegy, hogyan teszik ezt. Hívta fel a figyelmet vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke. A mezőgazdasági termelőknek rendkívüli módon oda kell arra figyelni, hogy éghető anyagtól és száraz növényzettől mentesen tartsák a területeiket. Tehát, hogy ott ne keletkezhessen tűz. Hogyha mégis szükség van égetésre, akár ebben a száraz időszakban is, az csak is engedéllyel végezhető. Szabály szerint a katasztrófa védelemtől kapott engedély birtokában maximum 10 hektáros területen lehet tüzet gyújtani felügyelet mellett. Az előrejelzések szerint márciusban is marad a száraz időszak, ezért országszerte tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban, és az ezek 200 méteres körzetén belül levő külterületi ingatlanokon, valamint a tűzrakóhelyeken, a vasút és a közút menti fásításoknál, de tilos a parlag és a gazégetés is.